Mai vendégünk Kovács Miklósné, a Györffy István Katolikus Általános Iskola intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Elindult a 2022-23-as tanév. Hogyan készültek az idei tanévre? Mi előzte meg az indulást? Nagyon készültünk az idei tanévre, hiszen bíztunk benne, hogy minden nehézséget a magunk háta mögött hagytunk már, és a tantestület augusztus 22-én, 23-án egy lelki gyakorlaton vett részt, Nyíregyházán voltunk, a testvériskolánkkal, a Nyírbátori Általános Iskola és Gimnáziummal együtt tartottuk. Zsolt atya és Babály András atya volt ennek a lelki gyakorlatnak a vezetője, és két nagyon kellemes napot töltöttünk el Nyíregyházán. Miután elindult a tanév, beszéljünk egy kicsit a személyfeltételekről, a gyermeklétszámról, hogyan alakult. A gyermeklétszámunkban túlzottan nagy mozgás nem volt. Jelen pillanatban 369 fő az iskolának a tanulói létszáma. Körülbelül annyi gyermek ballagott el, mint ahányan érkeztek az iskolába. Szakos ellátottság? Hál' Istennek ebben az évben nagyon ránk mosolygott a jó Isten, úgy szoktam mondani, hiszen több új kollega is érkezett az iskolába, így a matematika tanulmányi terület az most már teljesen le van fedve, hiszen két új matematika tanárunk érkezett magyar tanárunk könyvtárszakkal, óraadóként magyar tanárt alkalmazunk, és a napközibe is érkezett egy új kollégánk. Mindig érdekes kérdés, hogy milyen jelenleg is futó vagy tervezett pályázatok vannak egy intézménynek. Önöknél mi a helyzet? Nálunk most jelen pillanatban elsősorban az alapítványnak vannak pályázatai, amit az iskola javára tud fordítani, illetve van egy nagy energetikai pályázatunk, amit a megvalósítási idejét kitolták 2023. október 31-ig. Ez azt jelenti, hogy a József Attila úton lévő iskolaépületet teljes egészében be fogják majd csomagolni, aztán a nyilázárókat kicserélik, a tetejére napelemeket tesznek, és így a fűtést is modernizálják, és akkor így talán sikerül leválnunk a csarnoknak a fűtésrendszeréről, és mi magunk tudjuk majd irányítani a fűtést. Ez nagyon jó lenne, hogy ha minél hamarabb elkezdődne megvalósulni, hiszen tudjuk azt, hogy mindenki az energia árakkal küzd, hiszen az egekbe szöktek. Az egy hatalmas méretű beruházás lesz az elkövetkezendő időszakban. Hogyan tervezik jelenleg ennek a tanévnek a programját? Megterveztük, hiszen le kellett adnunk a fenntartó felé is az éves munkatervünket. A hagyományos programjainkat megtartottuk, és nagyon szeretnénk, hogyha ez jelenléti módon meg is valósulhatna, hiszen az elmúlt tanévekben voltak olyan programjaink, amelyektől el kellett tekintenünk, hiszen tudjuk azt, hogy milyen volt az általános járványhelyzet. Új programjaink is vannak, és ezeknek a megvalósítását is szeretnénk, hogyha minden kizáró ok nélkül tudna megvalósulni. Tehát itt a hagyományos programjaink mellett gondolok arra, hogy hamarosan indul majd a fecske hívogató programunk, aztán karácsony környékén, az adventi időszakban készülünk a gyerekekkel a karácsonyra, aztán következik a Györffy napok, amelyik a legnagyobb megmérettetése az iskolának, amikor programokról van szó, hiszen ilyenkor most nem is egy hétre, hanem két hétre húztuk el a programokat, hiszen új programelemekkel is bővült a Györffy napoknak a programkínálata. Aztán következik majd a tavaszi időszak, amikor a beiskolázásra kerül sor, illetve a bőti időszak, ami az iskolánk életében, azért lelki életében egy jelentős programsorozat, és nyára pedig tervezzük a táborokat. Én megköszönöm igazgatónak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm szépen a meghívást.